Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol megint itt van velem Bence, sziasztok, a barátom. És ez ugye a második része lesz nálam az új sorozatnak. Bencénél kint van már az ő első része. Amiatt lesz a link a leírásban. Hogyha nem láttátok, akkor csekkoljátok le, ott lesz a link a leírásban. Bocsánat. Semmi baj, nyugodt. Szeretnéd elmondani a többi részét? De nem tudom, hogy mit akarsz. Nem, mert... Telefontokjaim még mindig elérhetők a Lamboxon, azoknak a linkjét is leteszem a leírásba. Ez egyébként a Bencé, ami most az én telefonomon van. És még egy utolsó kis promós megemlítés, hogyha a Brodapestnek nem láttátok még az eddigi részeit, akkor azokat is csekkoljátok le. Abból is teszek le a leírásba, úgyhogy lesz miből válogatni bőven, de kezdjük is el a videót. Remélem, hogy megint nagyon ki fogok akadni. Ugye itt arról van szó, hogy a nők titkos, furcsa szokásai lesznek felolvasva, és az első részben is már meghaltam, oké, okay, igen, vagyok. Nem tudom, hogy mennyire lesznek ezek durvák, amiket most összeválogattam. Az első részben elég sok mindent előttem, az az igazság. De ettől függetlenül még mindig van pár darab. Úgyhogy kezdjük az elsővel. Azt még elmondanám egyébként, majdnem elkezdtem, hogy természetesen ezeket a szokásokat nem minden nő csinálja, aki nem csinálja, az ne vegye magára. Ez igen. Szórakoztató céllal készül ez a videó, úgyhogy tényleg senki ne sértődjön meg rajta. Írja az egyik kedves versenyzőnk, mindig megkóstolom az új szájfényt, a jakbalzsamot, hát ha olyan finom lesz, mint az illata. Hogy mit csinál? Ja. De hogy kóstol? Te is szoktad? Megkóstoljátok? Én direkt nem szoktam megkóstolni, de előfordul, hogy belenyalsz vélet. Én nem hiszlek el titeket. Esküszöm. És olyan nincs, hogy elfelejted, hogy éppen mit csinálsz, és random öntudatodon kívül beleharapsz egy picit valami, mert elkezded nyaldosni. Ezt is kinézem most már ezen túl. Kösz! Nem. Melyik a legfinomabb, szerinted? Nem tudom. Ú, tudom! Amit te is nagyon szeretsz, az EOS-os kis ajakbalzsam, annak jó az íze is. Ja, igen. Az tényleg jó. Na nézd meg, te is közénk tartozol! Tényleg! Inkább haladjunk tovább. A következő, ezt nem nagyon hallottam még, vagy hát olyan ritkábbnak számít szerintem, de valamilyen szinten meg tudom érteni egy forró nyári napon. Ajaj. Behintő porozom magam néha odalent. Hogy ne izzadjon? Hát nyilván. És akkor megvan a... megvan a kis reggeli rutin, hogy hát kis izé, felkenem a krémeket, megmosom a fogamat, feldobok egy sminket, felveszem a ruháskámat, de még mielőtt felvenném a ruháskámat, fogom, pak-pak, felpacskolom magamnak, az kész, így. Hát gondolom, igen. Te is szoktad? Nem, nem szoktad, hát nyáron sose láttam azt, hogy... Miért télen, igen? Ez egy teljesen jogos kérdés. De egyébként nem hülyeség. Hát én nem tudom. Na majd ezt kipróbáljuk. Próbáljam ki? Kutatás céljából? Ja, csináljunk egy ilyen sorozatot, hogy kutatás céljával kipróbálunk ilyen dolgokat. Ebben nagymester vagyok, és nem tudom, hogy egyszer szerintem én ezt már említettem neked valamilyen okból kifolyólag, és emlékszem, hogy akkor meglepődtél rajta. Lehet, hogy nem neked mondtam, csak valami fiú ezen megrőkönyödött. Okay. Álljunk meg, milyen fiú rökönyödött meg ezen? Mondom, nem ülünk le nyilvános vécén, csak googolunk felette. Ezt gondoltam, hogy így van. Nem emlékszem, hogy neked mondtam-e, vagy véletlen valaki így a környezetemben volt, aki... Na mindegy. Tehát, hogy konkrétan úgy pisilsz, például nagy sztorik, amikor megyünk hozzátok Erdélybe, az autópálya melletti vécék, azok úgy finoman szólva... Mondjuk így, disgusting. Igen. És koncentráció, hogy így felé állsz, és próbálsz pisilni, próbálsz betalálni a WC-be, meg nem lepisilni a lábad, de közben próbálsz rendesen pisilni. Igazából próbálsz túlélni.
Igen. Én gondoltam, hogy ez így van. A fiúknál ez teljesen más. Igen. Mármint ez szerintem... is személyre szabad, de hogyha le kell ülj, és az autópálya szélén vagy például, akkor inkább kihagyod. Kösz ezt innen. Szerintem amikor mentünk forgatni a Brodát, akkor volt egy megálló után, hogy úgy mindenkinek kollektíven mondtam, hogy annyira utálom a fiúkat, hogy tudnak állva pisilni, hogy valami hihetetlen. Tehát, na mindegy. Következő, szörtelenítjük olyan testrészeinket, amiket ha a fiúk meg tudnának, biztosan elszörnyednének. Például mit? Ez mondjuk neked nem lesz újdonság, de például a bajuszka. Ja, igen. Tehát, például igen. A köldök alatti csík. Az, hogyha ha szőke szőr, akkor is olyan, hogy no. Tehát, hogy nagyon sok lány ezt annyira rüheli, hogy ha szőke és ilyen pici és csak napfényben látszik, akkor is levele. Annyira nem irigyellek titeket. Tehát az a szenvedés, amit ténylegesen el kell tölteni a fürdőszobába, és minden tiszteletem a nőké, hogy nem viccből vagytok ott sokszor órákat, és amit nektek meg kell szenvedni, amíg szépen a kis kacsódat felrakod, és azt is leborotválod, és mindenen átmész, és utána még ugye az említett... De ezért a gyök! Említett hajszálat a fenekedbe is kiszeded. Az nem lehet valami könnyű. Szóval ebből a szempontból pláne nálam a legjobb, hogy nem is, például a lábamon nem is nő annyira szőrt. Nekem ilyen tökéletes, nem, soha az életben nem kell leborotválni, és mindig kérdezik tőlem, hogy szoktam-e gyantáztatni, igen. De nem. Mindegy, tehát, hogy alapvetően megértem azt, hogy vannak ott olyan helyszínek, vagy ehhez helyek. Hozzáfűznék még egy valamit, csak így kapcsolódóan, nem tudom, hogy tudod-e, amikor a lányok elmennek fazongyantára, tisztában vagyunk vele, hogy mi a fazongyanta. Igen. Akkor a popit is legyantázzák. Mi van? Mm-hmm. Igen. Mi? Igen. Tényleg? Mm-hmm. Hát ez így pláne nem irigyellek titeket. Tehát. Szeretnéd azt is tudni, hogy hogy zajlik? Kérlek, mondd el! Úgy néz ki egy ilyen gyanta, hogy amikor magát a fazont csináljuk, igen. Akkor a lábakat lótusz pózba kell tenni, akkor feszül ki a legjobban a terület, hogy minél kevésbé fájjon. Értetted, hogy így? Igen. És a popi gyantát, azt meg térdelő pozícióba a legcélszerűbb csinálni. A hideg kirázott! Na jó, haladjunk tovább. Biztos, hogy nem. Egyébként a popi gyanta egyáltalán nem fáj. Akkor se akarom megtudni, hogy milyen. Evezzünk egy kicsit lazább vizekre. Köszönöm szépen. Ha nincsen nálunk táska, vagy nincsen a ruhánknak zsebe, akkor a melltartónk minden ilyen célt tökéletesen helyettesíti. Micsoda? Mi? Berakod a melltartódba a dolgokat? Be. Mint a kenguruk? Ez ilyen. Pénzt, vagy személyt, vagy ami kell. Ez egy valós dolog? Igen. Zsepít. És van adott szituációban, amikor ki kell menned a WC-re, mert vágja a melledet a személyt például? Van ilyen? Jó, a személy az egy elég sarkos példa, de szerintem ezzel tudom legjobban szemléltetni azt, hogy ha nagyon kell, akkor bármit betűzlem. Ez egy valós dolog, ezt a csajok szokták csinálni. Igen. Mi a legdurvább, amit oda beraksz? Hát nem tudom. Meg hát attól is függ, hogy a felület az így milyen. Nem? Olyan milyen. Miért nem? De! Van olyan, aki így a telót berakja mellől, és a cukja. Vagy nincs. Jó, oké. Okay. Jó, nem tudom, csomó minden nem tudok még, na hát. Remek videó. Következőt írja itt nekem egy nagyon cuki lány. Ezt nem tudom, hogy ez egy íratlan szabály, amiről én lemaradtam, vagy ez csak így náluk működik, de szabály szerint amennyi ideig nem válaszolnak a fiúk nekünk, kétszer annyi ideig mi se válaszolunk utána nekik. Imádom, amikor... Most flashbackjeim vannak, dolgokat magyaráz meg ez a mondat jö. Nekem. Ez egy ilyen iratlan szabály? Lehet, hogy én erről lemaradtam. Hogy? Tehát az oké, hogyha érted, egy fél napig nem ér vissza a fiú, akkor te is várakoztatod. Egy napig. De azt nem tudtam, hogy
kétszer annyi ideig kell. Wow. Ezt a videót minden egyes férfinek látnia kell. Váltogatunk a témák közt, megint elérünk az egyik kedvenc témáthoz. Igen. Ami úgy kezdődik, hogy amikor menstruálunk. Igen. Általában ezt ugye minden pasi tudja mostanra, hogy a lányok párban vagy csoportosan járnak WC-re. Igen. És ezt múltkor nem jutott eszembe, de az egyik legjobb magyarázat erre az, hogy amikor menstruálunk és mondjuk tampont vagy betétet cserélsz, és ugye a tükrök magasan vannak, vagy esetleg nincsenek is, akkor jön az, hogy lecsekkolnál. És akkor a társad, aki ott van veled, megnézi, hogy csere közben véletlen a nacid nem lett-e akármilyen. Olyan hülye. Én? Hát te, de miért röhögsz? Ne sokkolsz engem, mint Rebeka. Hát de ez tök rendben van, hát most... Aha, jó, oké, feldolgoztam az infót. És akkor így hátrafordulsz, megnézi... Oké, mehetsz. Ha világos naci van rajtad, akkor egy kicsit pucsítani kell, hogy biztos ne legyen baj. És 10-ből hányszor szokott baj lenni? Hát szerencsére ritkán, de ha baj van, akkor nagy a baj. És akkor... ha nagy a baj, mit csinálsz? Ha nagy a baj, akkor ha van nálad pulcsi, azonnal a derekadra kötöd. Ha van váltónacid, ami azért elég kevés esetben van, hát akkor váltónaci, egyébként meg pánik. Tehát akkor megjön a többi lány, és valahogy megoldják a helyzetet. Akkor megy a telefon, gyertek azonnal a WC-be, segíteni kell! Milyen kommandózásokban vagytok ti? Látod, mennyi problémánk van a menstruáció miatt, mi? Igen. Hát igen. Ezen nagyon jót mosolyogtam, ritkán vannak ilyen fajta rémálmaim, de ha vannak, akkor mindig, amikor felkelek, akkor emlékeztetni kell magam, hogy te vagy hülye ott bent, és ne csináljál hülyeséget. Ha azt álmodom, hogy megcsalt vagy szakított vele a párom, mindig kérdőre vonom utána, vagy haragszom egész napra. Ezt álmodtad ezelőtt pár héttel te is. Igen. De nem haragudtál rám. Nem, mert mondom, hogy ilyenkor kell szólni magamnak, hogy csak te vagy hülye, úgyhogy észre. Álmomban megcsaltalak. Igen. De kezdjük azzal, hogy miért álmodunk ilyeneket? Kezdjük azzal, hogy mit tehetek én erről az egész. Ugye? Na mindegy, szóval, hogy igen. Ugorjunk tovább, kényes téma. Ennél durva már úgy se jöhet, tehát, hogy én már úgy vagyok az egésszel, hogy... Akkor azt ajánlom, hogy ezt te olvasd el. Imádom! Annyira vagány nézőim vannak, akik ezt leírják. De ez egy valós dolog? Sometimes. Zuhanyzás közben pisilés. Van az a szintű inger, amikor muszáj. Bár van, aki ebből sportot űz, és ez egy tök megszokott dolog, hogy fogmosás, hajmosás, borotválkozás, pisilés, tehát hogy... Ja. Igen, van, aki a tusoló alatt musfogat, meg borotválkozik, meg minden. Én azt hittem, hogy ezt csak kiskorunkban csináltuk. Jó, nem mi nők, de hogy... Hát nem egy kád vízbe pisilsz bele. Jó, hát ezt gondoltam. De... Remek. Innen már csak előre, én azt mondom. A férfiak nem szokták észrevenni, de a legjobb barátnőinkkel titkos utalások tekintettel és mozdulatokkal kommunikálunk. De hogyan? Mutasd már egyet, az olyan érdekes! Ilyenkor nem, ha a nők agyába lennék. Figyelj, igazából csak... Hogy mondjam? Olyan, mint te Patrikkal, a legjobb barátnőddel, hogyha ennyit csinálsz, hogy... Abból már tudja, hogy mi van ott, ha ránéz, mit kell lásson, és így összenéztek, hogy... És ennyi, megbeszéltetek egy fél órás műveletet. Csak annyiból, hogy kinyitod a szemed, vagy hunyorogsz, vagy jobbra nézel, a helikopterek megjöttek, mindjárt elvisznek minket. Tehát, hogy a legjobb barátnőiddel ennyiből értitek egymást. Remek. Még a fiúknál is van ilyen. Tehát, hogy Patrikra te is ránézel, és meg tudtok beszélni egy háromoldalas eszét. Az a baj, hogy ez tartozik egy személyes történet. És itt több dolgot kötnék össze. Van az alapverzió. Igen. Mi szerint, amikor egyedül vagy otthon, akkor énekelsz. Igen. Egy fokkal fentebb,
amikor zuhanyrózsát vagy fésült mikrofonnak használsz. Igen. A következő szint az, amikor táncolsz is hozzá, és a következő szint az, amikor ezt takarítás közben csinálod, ez és Marco egy egész koncertet tartasz otthon, és ezért mondom, hogy saját történet tartozik hozzá, mert Bencét ez két hete szembesítettem talán ezzel a ténnyel, hogy a telefonomon van egy takarítós lejátszási lista, és minden számnál megvan, hogy mit kell csinálni. Olyan hülyének érzem magam, de annyira jó, amikor megy a zene, és tudom, hogy ennyi idő alatt ide kell eljussak, és közben takarítok, közben egyébként meg porszívózok. Közben Rebeka mély rettegésben van, mert tudni kell, hogy nálunk... Ezért mondtam el neki egyébként. Nálunk a ház az kívül és belül is be van kamerázva mindenhol. Úgyhogy konkrétan, hogyha Rebeka takarít és közben énekel, én azt bármikor, ha éppen elcsípem a telefonomon, meg tudom nézni. Legyen akárhol benne a házban. A kameránkon látszik, hogy mikor nézi valaki, akinek nyilván megvan az applikáció és a belépés hozzá, és minden szám elején, közepén és végén rá szoktam nézni, hogy világít-e. Nem szeretném, hogyha bárki látná ezt. Teszem hozzá egyébként, hogy bármi mozgás van a házban, elmenti a telefonom, úgyhogy de nem néztem. De nem, hogyha ki van kapcsolva, akkor nem. Ja, tényleg kiszoktad kapcsolni, mert otthon vagy. Hát igen, mert nekem be van állítva, hogy otthon vagyok, és akkor ne rögzítse, hogy mit csinálok. És ilyenkor szoktam takarítós koncerteket adni. Hát ez remek. És ha jól sejtem, akkor egyébként ezzel a végére is értünk. De hogy ezzel is kiégettél már az utolsóval. És akkor ezzel, hogy most magamat is egy kicsit beégettem és lelepleztem, ennyi lett volna a második rész. Remélem, hogy tetszett nektek, és az az igazság, hogy szerintem nem nagyon lehet már több részt csinálni belőle, de ha tévedek, akkor várom az összes ehhez hasonló ciki szokást, vagy legalábbis titkosat. Én nem tudtam többet se találni, se magamtól kitalálni, úgyhogy... Írjatok, mert én szeretném. Kérem a segítségeteket, hogy tudjunk ebből még egy részt legalább csinálni, és mutassátok meg, hogy tetszette, úgyhogy ha szeretnétek még egy részt, akkor menjen a like, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek minket Instagramon is, az Insta neveink lent vannak a leírásban. Illetve azt azért mondjuk el, hogy nálam még azért lesz egy rész, és lehet, hogy még egy. Bencénél jön ki a második része, a fiús verziónak, úgyhogy azt Perc, is csak... mikor rakod ki? Kolljátok le. Mert hogy én holnap rakom ki, amit ma felveszünk. Akkor egyszerre megy ki. Akkor már kint van ez nálam is, jó, és jó, itt van Rebekának. Úgyhogy nálam is kint van, ott lesz a link a leírásban, és én is majd megdíleljük. Tudod. Átküldöm én is a nézeket, te is átküldöd, világuralom. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és végighallgattál. Köszönöm a meghívást. Nektek is még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk ma. A következő videómban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!